Szabolcs-Szatmár Bereg megyében több mint 2100 kilométeres, az ország egyik legnagyobb állami közúthálózatát üzemelteti a Magyar Közút, mondta a megyei igazgatóság vezetője. Szamos István tájékoztatóján kiemelte, technikai fejlesztéseiknek köszönhetően idén nem kell munkagépeket bérelniük. A 62 darab téli védekezésbe beosztott gépünk közül 39 darab olyan teherautónk van, amely közül 17 teljesen új, és a többi maradék teherautó is pár éven belül került leszállításra, így nő a védekezési rendszer üzembiztonsága és hatékonysága. Természetesen informatikai fejlesztéseket is végrehajtottunk az úgynevezett flotta menedzsment rendszerrel. Ez magyarra lefordítva járműkövető rendszer takar. Tudjuk követni ezeknek a tehergépjárműveknek a mozgását, az elvégzett feladat nagyságát és a mindenkori helyzetét az adott járműnek. A megyei igazgatóság már a csúszós utak megszüntetéséhez szükséges anyagokat is beszerezte. Jelen pillanatban 5200 tonna só betárolására került sor, amennyiben az időjárás szélsőséges lenne, természetesen ez a mennyiség növelhető. Alapvetően egy téli időszak 300-400 millió forintba kerül átlagos szinten, szélsőséges időjárási helyzetben természetesen gépjármű átcsoportosításokkal nőnek a költségek. Ebből a 300-400 millió forintból, mivel a tél két naptári évet ível át, egyrészt a november-decembert ebben az évben, és jövőre pedig a január-február-márciust, körülbelül 100-150 millió forint az ez évi keret, és a maradék keret pedig a jövő évi feladatok ellátására szolgál a 400 millióhoz viszonyítva. A cég szakemberei folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és azt mondják, szükség esetén meg tudják kezdeni a sózást is. Az éppen nem kátyúzó gépek pedig a megyei igazgatóság telephelyén sorakoznak. A 17 darab új teherautó közül ez az egyik, és ezen is van már úgynevezett járműkövető rendszer, így a megyei igazgatóság munkatársai azt is ellenőrizni tudják, hogy hol és pontosan hány gramm sót szórt le az utakra ez a jármű. A 24 órás munkavégzéshez három váltásos gépkocsi vezetői állományra van szükség, így a Magyar Közút megyei igazgatósága idén 46 álláskeresőt vett fel a téli időszakra. Őket megfelelő átképzés után március végéig foglalkoztatja a társaság. A közútnál hozzátették, a téli időjárásban a vezetőknek is oda kell figyelniük a megváltozott útviszonyokra, és arra kérnek mindenkit, ha nem muszáj, nagyobb havazás idején ne induljanak útnak.